Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, Viva Natura televíziót láttok, vagy VN televíziót, ahogy megszerettétek. Más hang szeretettársalgás, Kapta Ibolya kapocskával beszélgetünk, és mint mindig ezt is nagyon fogjátok élvezni, mert a keresztutakról beszélgetünk, a kapcsolatokról. Hogyha megfigyeled az életedbe, akkor mész az utcán, és több millió ember mellett elmész, és egyikkel se kerülsz kapcsolatba, de akivel viszont valami dolgod van, hogyha nem figyelsz, akkor fölbuksz benne, csak azért, hogy kapcsolatba kerüljél vele. A te példádat mondom el, nehogy azt higgyék a nézők, hogy ilyen okos fiú vagyok, hogy az aranyású sincs másképp, hogy ott van a folyó medre, és több millió kis rög van, és ő valamilyen módon csak megtalálja azt a rögöt, amiből aranyat tud találni, és ezt most analógiába értelmezve az embereknek meg kell találni azt a kapcsolatot a másik emberrel, amivel dolguk van, amiből a saját életük aranyát ki tudják olvasztani. Mi is ez az arany szerinted, amit a kapcsolatokból nekünk meg kell tanulni, illetve ki kell olvasztanunk? Hát alapvetően a kapcsolatok, illetve az a másik ember, amiben most nem csak párkapcsolat az, amiről beszélünk, hanem bármilyen kapcsolat, akikkel tényleg úton, útfélen, minden nap találkozunk, vagy esetleg csak elmegyünk egymás mellett. Ezek mind a tanulásnak azt a lehetőségét nyújtják, hogy ha oda tudunk egymásra figyelni, és meg tudjuk egymást hallgatni, akár a másik élettörténetéből, vagy az éppen aktuális élethelyzetéből már nagyon sokat tudunk mi magunk számára is átvenni, illetve mi magunk, hogyha tényleg odafigyelünk, és tényleg meghallgatjuk azt a másikat, mennyit tudunk adni. Nekem nagyon fontosak a találkozások az életben, engem ezek vezettek leginkább. Tehát ugye erről már beszéltünk egyszer, míg te magad mondtad, hogy én a gurúja vagyok valaminek, nem tudom, és mondtam, hogy én nem vagyok gurú, mert alapvetően nem hiszek az ilyen gurús történetekben olyan szinten. Az, hogy vannak tanítók, akiket mondjuk néhányan követnek. Én azt mondtam, hogy te magadnak vagy gurúja. Úgy magamnak, igen. Ugyanúgy nem szeretem ezt a gurú dolgot, meg én nem hívok senkit mesternek, maximum tanítómnak. Így ugye élet a legnagyobb tanító, de van egy-két tanító, akit befogadtam. Igen, és emellé fontos azt, és azért jó, hogy most így erről tudunk beszélni, azt átgondolni, hogy mi egyébként hányszor megyünk el úgy emberek mellett, akik lehet, hogy szürkének tűnnek, lehet, hogy unalmasnak tűnnek akkor, és nem tudjuk, hogy kik ők. Egyébként pedig belül, mint ahogy ugye az aranyásos példában, óriási kincsek rejlenek. Ehhez viszont, hogy ehhez a kincshez hozzá tudjunk férni, ehhez tényleg valódi odafigyelésre van szükségünk, és egyfajta olyan sztereotípia mentes hozzáállásra, amivel nem azt nézzük, hogy most hogyan öltözködik az illető, hogyan néz ki, hanem egyszerűen teljes mértékben abban a jelen pillanatban odafigyelünk rá, és akkor nagyon sok érdekes dolog tud felbukkanni a mi számunkra, amivel nem is tudhatjuk, hogy később ez egyébként milyen eszközt ad nekünk. Nekem saját élményeimből beszélek, többször volt olyan találkozásom, ami gyakorlatilag, hogyha akkor nem is értettem meg, hogy miért is találkoztam azzal az illetővel, de akkor éreztem, hogy valamilyen nagyon-nagyon különleges dolog jön át, és ezt néha nem is úgy érzi az ember, meg nem onnan tudom, hogy van ennek az illetőnek egy címe, vagy lenne egy pozíciója, nagyon sokszor névtelenül, vagy úgy, hogy mondjuk egy bizonyos helyen, egy nyaralás alkalmával csak úgy együtt sétálgattunk, akár azt mondhatom, hogy szinte idegenekkel. Várj, menjünk az elejére. Ugye azt mondod, hogy két dolgot mondtam, ami fontos volt. Az egyik az, hogy nagyon sokszor a szürke ruha mögött nem látjuk az igazi szellemnek a csillogását, mert éppen nem arra vagyunk kihegyezve, mert nem azok a kulturális szokásaink, hogy észrevegyük abba az ember vagy csodát. A kérdésem, hogy mi van akkor, amikor te nem veszel észre egy kis szürke egeret, és ez a szürke egeret valamilyen elő odalöki melléd, és akkor még mindig szürke egérnek látod, de ha ugye kell venned a fáradtságot, mert ha már föllökted, akkor bocsánatot kell kérned, vagy föllökött, akkor bocsánatot kell kérnie, és egy idő múlva észreveszel benne valamit, valami kis fényt, valami kis sugárt, és akkor ez a fény az így kiteljesedik benned, valamit tanít neked, és utána ugyanolyan kis szürke egérré válik, és már nem látod a fényét. Tehát a kapcsolatok ívéről szeretnék beszélgetni. Oda lökik hozzád, mert dolgod van vele, vagy illetve neki van dolga veled, ez az első kérdésem. A másik az, hogy az ív után, amikor fönt vagytok, valamit elhisztek a másikról, valamit adsz te neki, valamit ő ad neked, és utána ez az ív szépen kialszik, és nincs tovább dolgotok. Vagy ezek a kapcsolatok azért egy életre szólnak, és ha nem oldod meg, jön a következő élet. Hogy látod ezt? Uh-huh.
Érdekesen hozod ezt a példát, hogy vannak ilyen ívei, ezek a te megélésedből lehetnek. Hát, ez a fajta csak a példa. Nyilván. Én is csak az alapján tudok mondani, hát konkrétan vannak ilyen tapasztalataim, tényleg. Tényleg, még nálam is, pedig én tényleg mindig úgy gondolok magamra, mint valaki, aki soha, de tényleg nem szoktam nézni azt, hogy kinek milyen bőrszíne van, ki honnan jött, milyen kultúrához tartozik. Még az sem zavar, hogyha valaki unalmasan néz ki, mert nagyon sok találkozásom volt, és nagyon sok meglepetésben részesültem, tehát alapból tudom, mégis előfordul, hogy még ezt is lehet tetézni, hogy tényleg találkoztam olyan unalmasnak tűnő, nagyon szürke, nagyon olyan emberekkel, akik mellett tényleg úgy tudnak elmenni, mint hogyha ők két lábon járó kísértetek lennének, és közben mégis, amikor igazán lehullik az a maszk, amikor igazán ki tudnak nyílni, akkor ott olyan mélységekben olyan csodák vannak, ami egyébként a legnagyobb erőfeszítésünkkel sem tudjuk elérni, hogyha csak a külsőségekben akarjuk mindezt átadni az embereknek. Adjutott eszembe, hogy mindenki egyfajta gyönyörű érc. Ugye, ha elkezded olvasztani, akkor valamelyikből arany jön ki, valamelyikből ezüst, bronz, de lehet, hogy foszfort találsz, és akkor az fölgyullad hirtelen. Uh-huh. Hogy mindenkiben van valami, csak hogy nekünk mi az érték a másikban. Ugye ez a nem mindegy, hogy azt a férfit, aki te ilyennek látsz, hát nekem Józsi az elment az utcán, vagy az a nő, akire azt mondom, akkor hát igen, aranyos, de mit találsz benne? Tehát mindnyájunknak ugye az az érckereső óra van meg a kapcsolatokban, hogy miért pont azt az ember talál meg, valószínűleg, hogy valami közön van hozzá, és tanulnom kell tőle valamit. Volt az előbb a példám ezzel a találkozás, szürkeegér, fényt meglátom, dolgunk van, szürkeegér. Hogy igazából én nem gondolnám, hogy ő újból szürkeegéré vált, hanem mi ennek a lényege szerinted? Igen, én sem gondolom, hogy szürkeegéré vált, inkább azt, hogy mennyi ideig van feladatunk egymással, tehát találkozunk valakivel, és megkapjuk azt a kegyet, meg megvan bennünk az a odafigyelés és látás, hogy felismerhetjük azokat a kincseket abban az emberben, akkor azzal újból tanultunk nagyon sokat az életről, arról, hogy hogyan is közeledhetünk egymás felé, és hogy mi az, amire valóban odafigyeljünk, mi az, amit igazából az életünkben értékelni tudjunk. De az nem azt jelenti, hogy mindenkivel egész életre szóló feladatunk van. Ez most sokszor a párkapcsolatoknál van így, hogy azt képzeljük, hogy valakit mondjuk nagyon-nagyon megszerettünk, és azt képzeljük, hogy az egész életünket vele fogjuk eltölteni, és mégis kiderül utólag, hogy hány olyan buktató van, ami azt mutatja, hogy nem tudnak már tovább együtt maradni például párok. De ez egyébként az élet bármely területén lehet, akár lehet ez egy munkakapcsolat is. Én azt gondolom, hogy az a jó, hogyha azzal a méltósággal tudunk ilyen időszakokon átjutni, hogy azt nézzük és azt köszönjük meg, amit tudtunk egymásnak adni, legyen az akár egy munkakapcsolat. Tehát ha munkahelyünkön annyi időt eltöltöttünk, amiben mi tudtunk adni, mi számunkra is tudott adni, és azzal együtt, mint egy olyan ajándékkal, amivel többé váltunk, tovább tudunk menni az életben. Mm. És tudunk újabb, nem csak kihívásokban, hanem újabb kalandokban részesülni. Én ezt úgy képzelem el egyébként egy eléggé iskolás módszer, hogy mielőtt lejövünk ide az életbe, ott fönt ücsörgünk egymás mellett, és jókat röhögünk, hogy figyelj, most akkor én leszek a szivató, te meg az áldozat című része. És akkor lejövünk, és van egy tanárom, aki nagyon kemény velem, de ma már tudom, hogyha ő nem olyan kemény, akkor én ma nem vagyok itt. Uh-huh. Szóval, és hogyha egy idő múlva már nem úgy gondolok rájuk, mint ahogy ezek szivatók voltak, vagy ez a nő most engem boldogát tett, hanem azért, hogy valamilyen módon tudatosította az életemben a vele való kapcsolat, annak a történését, és én ebből abba az irányba megyek, ami életutam feladatom van, akkor nincsen jó meg rossz találkozás, hanem csak találkozás van. Így van. Van egy nagyon szép Rumi vers, amit egyébként szó szerint nem tudnék itt elmondani kapásból, de majd hát ha feliratban oda tudjuk tenni. Nagyjából oda teszük, viszont most mondani a lényegét. A címe a Vendégház. Hmm. És gyakorlatilag ez arról szól, hogy nagyon sokfajta érzés, nagyon sokféle személy az, aki az életünkbe minden nap beáramlik, aztán utána pedig tovább megy. Jöhet a szomorúság, jöhet az öröm, az extázis, a depresszió, de minden azért jött, mert vezetőként adta a számunkra az univerzum. Tehát fogadjuk mindezeket, az érzéseket, az embereket, akikkel találkozunk, örömmel és nyitottsággal, azért, mert ezek mind azért jöttek be, hogy a mi számunkra egy újabb és újabb titkot tudjanak felfedni. Azért fontos, hogy ezt így lássuk, mert egyébként elkerülhetetlen valóban ebben az életben, hogy problémák
másikkal ne nézzünk szembe, és ahogy mondtad, nagyon viccesen, és én is így tudom elképzelni, hogy valahol itt vannak kiosztva ilyen kártyák, amin azért tudunk változtatni közben, hiszen pont ezek a találkozások megadják a lehetőséget, hogy megtanuljunk valamit, és utána mi döntsünk. Melyik szerepet akarjuk tovább játszani, mert folyamatosan játszunk, és nagyon hitelesen, olyan hitelesen, hogy még mi magunk is elhisszük azt, hogy áldozatok vagyunk, mert keményen tudjuk játszani, elnézést, keményen tudjuk játszani az áldozat szerepet, és akkor nagyon tudjuk magunkat síratni, nagyon tudunk panaszkodni, persze, mert akkor azt éljük meg, és én is azért tudom ezt mondani, mert pontosan átéltem nagyon mély fájdalmakat, és át is kell, hogy tudjuk csak élni. Csak a saját tapasztalásodból tudsz tanulni. Csak... Tehát hiába mondják, hogy az ember más kárán tanul az ember. Ez egy nagy baromság olyan szempontból, hogy én nem tudom a te szenvedésed árán a sajátomat elkerülni, hogyha nekem az a dolgom van. Igen, igen. Ez tényleg nagyon fontos, és pont ez a lényege annak, hogy miért fontos ez, hogy mi a magunk útját tudjuk valóban követni, amiben ugyan átélünk ilyen helyzeteket is, de azzal, hogy átéltük, ha el tudunk abba a pontba jutni, hogy aztán ezt megtanultuk, és megnéztük, hogy mi volt ez az egész, és el tudjuk elengedni a nehéz oldalát, és nem úgy tekintjük, hogy itt most velünk valaki nagyon nagyot packázott, és hogy mi mindig milyen szerencsétlenek vagyunk, akkor azáltal olyan erősen tudunk abból tovább lépni, hogy ez tényleg valóban a mi részünk, a mi lényegünk, a létezésünkhöz egyre közelebb visz, a valódi létezésünkhöz. Nekem eszembe jutott a vizsgadolgozat, tudod? Találkozom valakivel, akivel valami módon szimpatikusak vagyunk egymásra, és akkor az élet tolja a hülyeségét, tudod? Ha igazán tudod, hogy csak jelen van, és nem szeret se a múltat, se a jövővel foglalkozni, már rég nincs meg az a fizikai testemnek, az az egyetlen egy sejtje, aki azt a problémát okozta a másiknak, de mégis a hülyeséget éveken át, életeken át hordozzuk egymással. Csak ott vagyunk egymással, és emlékszel, hogy megcsaltál? És akkor a másik röhög, te még mindig itt tartasz? Uh-huh. Tehát az, hogy gyakorlatilag fölnőni azzal, hogy az akkor ott volt, én majd teljesen más ember vagyok, én a pillanatokért kell mindig felelősséget vállalnom, és akkor nincsenek olyan problémák, amit vonszolni kell maguk után, és ha már kiröhögjük azt a szituációt, amit tulajdonképpen nekünk ott egy ilyen sorsfeladatként van, mert tudjuk, hogy ez az egész csak egy sorsfeladatféle színjáték, akkor ez egy vizsga, és egy jó röhögéssel tovább lehet menni, és nem kell megszenvedni ezt a szituációt. Igen, nagyon fontos a humorérzék és az, hogy legyen egy egészséges öniróniánk is az életben, hiszen nem tudjuk ezeket elkerülni, de az a jó, hogyha egy idő múltán, vagy akár sokszor már egy időben tudunk nevetni is mindezen. Természetesen ehhez kell, hogy kívülről is lássuk ezt a helyzetet, és ne azonosítsuk magunkat sem azzal a személlyel, akivel történik egy dolog, mert akkor rögtön ott van az, hogy ha valami ennyire úgy tud velünk történni, hogy mi nem vagyunk képesek kontrollálni, akkor nekünk nyilván dolgoznunk kell önmagunkon, hogy eleve ne essen ki a kontroll a kezünkből. A másik pedig tudjunk rajta nevetni, mert hiszen emberek vagyunk is. Rögtön ezzel kapcsolatban jut az eszembe az, hogy hány olyan élethelyzet van, amikor az emberek kipipálhatnák, hogy a nagykönyv szerint élnek, ugye? Elvégzik az iskolákat, ahogy a szüleik akarták, szép, jó munkahelyet, jó pozíciót kapnak, családot alapítanak, megvan, aki gyerek vagy három, mikor éppen minek van a trendje, amikor mondjuk konkrétan ezt követik, hogy ilyen képeskönyvszerű életet alakítanak. Telnek az évek, eltelhet akár egy évtized is, és aztán egyszer csak hopp, beüt a mennykő. És hányszor lehet azt hallani, hogy emberek mondják, hogy de hát semmi előzménye nem volt, és ma meg egyszerűen összepakolt és elment, és nő, férfi, bárki lehet. Nem értjük, nincsen oka, hiszen úgy szeretett engem még tegnap, ma meg már nem, hogy lehet ez, és ugye alapvetően ilyenkor megkapjuk azt a lehetőséget, hogy valódi önvizsgálattal azt nézzük meg, hogy tényleg nem volt előrejelzés, vagy pedig esetleg eddig éltünk egy olyan életet, amiben csak próbáltunk megfelelni a társadalmi elvárásoknak, hogy hogyan néz ki egy szép család, próbáltunk megfelelni a szüleink jó szándékú akaratának, hogy hát, ha te már elvégezted kislányom, kisfiam az iskolát, vagy már leszereltél katonaságból, akkor most már elvehetnéd ezt a menyecskét. Ez, amikor ésszel választunk, tehát, hogy nincs benne ott a belső intuitív szó, hogy mi a dolog. Én elmesélem az én sztorimat, ahogy te elmondtad. Nagyon sajnálom, hogy Love Remedies nincs most már Magyarországon, egyelőre nincs, még nem volt energiám ezt újból illetve kelteni. Ez hasonló a bakvilágterápiára, intuitív úton húzol világcseppeket, ami neked szükséges. Nem csak oktatója vagyok, hanem gyakorlója is ennek a dolognak, és eljön hozzám, és szindifikánsan tudom mondani, hogy rengeteg 50 év körüli hölgyről beszélünk,
aki azt mondja, hogy hát tudod, csodálatos, anyám a falu leggazdagabb sráca, összejöttünk, és nagyon jó volt. Jöttek a problémák, de akkor nem megbeszéltük, tehát nem neki mentek a feladatnak, és megoldották, mert akkor vagy szétmennek, vagy együtt maradnak, de már megoldották, mert akkor eljegyezték egymást. Uh-huh. Fú, nagyon el voltak foglalva az eljegyzéssel, az egész falu összecsődült, 300 fős lakodalom, meg volt az esküvő. Hú, esküvő után azért két héttel már megjött a probléma föl, amivel első pillanatban találkoztak, de nem oldották meg, de akkor figyelj, édes drágám, hát akkor én most áldott állapotba kerültem. Akkor jött a gyerek. Uh-huh. És megint eloldoztuk azt az óriási problémát, hogy a két ember itt szellemiségében csak úgy hazudta egymásnak, a közös meséjüket élte, de nem beszélték meg, nem volt megoldva a dolog. És akkor fölnőttek a gyerekek, 18-19-es korukban elmentek otthonról, közben is volt konfrontáció, de hát mi a gyerekeknek családot kell mutatnunk, igaz? Mert mi ez a dolgunk. Megint az észeldöntés. És akkor odajön, hogy 55 éves korban, hogy drága Jakab úr, és én lehetek valaha boldog? Tudod, mert az egész életét úgy végigcsinálta, hogy nem engedte a szívével, hogy döntsön, és 55 éves korában, amikor kiment a gyerek, ott hagyta a férjét, ott volt egyedül, és el se hitte, hogy valaha az életében neki lehet egy újabb kereszteződés, egy keresztpontja. Bármikor lehet, alapvetően csak ki kell nyitnunk a szemünket, és tényleg arra is odafigyelni, hogyha már az utunkba vetett bárkit, akiről nem is gondolnánk, és nem feltétlenül kell tényleg mindig úgymond külső nagy nevektől várni, hogy majd megtanítsanak minket arra, hogy hogyan lehetünk boldogabbak, hanem ha szétnézünk, magunk körül nagyon sokszor lehet olyan pillanatokat találni, amiből olyan boldogság utak tudnak megszületni, hogy nem is hinnénk. Oké, milyen alapokra kell boldogságot építeni? Ez egy nagyon jó kérdés, hogy találkozunk, én hozom az én mesémet, te hozod a te mesédet, én egy angyal vagyok, te mit tudom én, milyen mesét van, teljesen lényegtelen, és akkor mi komáljuk, zabáljuk egymás mesét, bocsánat a bulgaritásért, és akkor amíg ez a mesék oda-vissza működnek, akkor egymásnak tapsolunk a színházba, és egyik napon valaki melyikünk kibillen a meséből. Ugye ez már a komfortzóna kibillenése, uh-huh. mert az előbb elmondott példámban sem borult volna Billy, hogyha a komfortzóna valamiért nem billen, a szív hangja miatt. Uh-huh. Ugye ez lehet anyagi megfontolásból, lehet, hogy nagyon kedveled a gyerekemet, én kedvelem a te gyerekedet, tudsz nekem szociális biztonságot adni, még el is játszom neked nőként, hogy akkor én most óriási nagy szerelmes szerető vagyok, de ugyanakkor a két ember a szíve mélyén nem billen, mert az alapok nincsenek meg. Milyen alapra tudnál te kapcsolatvárat építeni, amit nem fúj el minden szél, és nem a illúziókra épül? Ha most te itt konkrétan párkapcsolatokra utalsz ezzel... De akkor legyen párkapcsolat, de legyen barátság, legyen munkahelyi kapcsolat, hogy kivel akarsz együtt dolgozni. Ott ugyanek a szituációk jönnek, hogy, uh-huh. mert, hogy én vagyok a világ leggyorsabb gépírónője, és ha már egy 8-as szósebességgel diktálok, akkor már főnök álljon le, hát nem megy ez nekem. Szóval ez... Igen, hát természetesen itt jön ez az egyéni munka, amivel a saját létezésünket és a belső minőségünket folyamatosan kell, hogy csiszolgassuk, mint egy drága követ, tehát nem csak másban kell, hogy észrevegyük azt az aranyrögöt, vagy azt a gyémántot, ami belül megvan, aminek a lehetősége megvan, hanem önmagunkban is, hogyha ezen törekszünk folyamatosan, akkor eleve olyan minőséget igyekszünk kiépíteni, feltétel nélkül, tehát feltétel nélkül ahhoz, hogy nem szükséges másnak úgymond a jelenléte, hogy mi bennünk ez a gyémánt megszülethessen. Természetesen a kapcsolat, ahogy eddig is beszéltünk, ez mind terepe annak, hogy gyakorolhassuk. De nem lehet a feltétele, hogy mi jobbak vagyunk, teljesebbek vagyunk, egy más embernek a jelenléte. Én magam úgy mondom, hogy a saját magam teljessége az, amit én ajándékba adhatok másoknak, azoknak az útitársaknak, akikkel az életet megosztom. És ugye ebben tényleg benne van az egyszerű bolti eladótól kezdve, vagy akár addig a személyig, aki mondjuk egy repülőtéren, ha én éjszaka ott alszom a saját bőröndömnek a tetején, amire volt nem egyszer példa, és volt olyan, hogy nagyon szomorúan feküdtem a bőröndöm tetején, és egyedül éreztem magam is magányosnak, és a világ egyik szerencsétlenének, és akkor egy egyszerű koffereket toló, ott dolgozó alkalmazott, repülőtéri alkalmazott az éjszakai shiftje alatt, csak rám néz, megkérdezi, hogy rendben vagyok, jól vagyok, mert valószínű érezte, hogy valami nem. Tehát ezt bármikor tudjuk egymásnak adni. Minden ilyen kapcsolatban ő megtalálta a te lelked legbelsőbb húrját, tudod, amit így megpendített,
rezonáltatok, és ketten gyújtottatok egy fényt. Most erről a, ne beszéljünk most társkapcsolatokról, de ott ugyanez van, amikor találsz valakivel, és valamilyen fény gyúl köztetek, és hogyha ez valami jó kis üzemanyagra, tehát nem valami kamu dologra van, valami illúzióra, hanem ti együtt tudtok valami közöset alkotni, világítani, akkor onnantól a szomszédodnak is jó kedvet tudsz adni, aki a szomszéd bőröndjén savanyú arccal ül, elkezdte közösen nevetni, és már ő is nevet. Most ne gondoljunk nagy dolgokra. De az életben ugyanez van, hogyha valakivel össze tudod rakni a te sorsodat, a ő sorsodat, hogy egy olyan cündungot, egy gyújtást tud csinálni, hogy elkezdtek világítani. Bizony. Ehhez jön az, hogy pont ez a találkozás nem sokkal később engem arra inspirált, például, hogy akkor éppen vonattal jöttem haza Münchenből, és jött egy, ott a vonaton... Te egy ilyen nagyon utazós hölgy vagy, nem? Nagyon-nagyon sokat utazom egyébként. Néha nem is tudom, hogy hol töltök több időt az életben, bár szeretnék egyébként, és el is fog jönni az ideje, hogy kicsit örülök, kevesebb hogy lesz. Több időt itt nálunk. De amit szeretnék elmesélni, ez is csak egy egyszerű hétköznapi találkozás, ami bárkinek megadatik, sőt, mindig meg is van nekünk. Vonaton ültem, hosszú út, tényleg Münchenből Budapestig, és akkor jött egy férfi, akinek az volt a feladata, hogy egy ilyen kérdőívet kellett kitölteni az utasok között. Ilyen közvéleménykutató volt. És én egyébként soha nem szoktam időt szentelni erre, ha telefonon megpróbálnak ilyennel felhívni, megvan a technikám, egy mondattal zárok le nem minden ilyesmit. Nekem is van egy mondatom, miért te mondatod? Az, hogy hát most így nem tudom. Így, jó, elmondom mikor... az enyém, de olyan jó. Jó napot kívánok, közvélemény kutató vagyok, elégedettségvizsgálat. Hát mondom én, ne haragudjon, nem tudok önnel beszélgetni, mert én a McDonald's-ban dolgozom, és engem kirúgnak, hogyha én magával beszélgetek. Erre minden ügynök leszáll rólam, szóval is béké hagynak. Nem, hát én nagyjából olyasmiket szoktam lenni, hogy most tényleg nem fogom az ő idejét pazarolni, mert nem fogok válaszolni, és köszönöm szépen, hogy... egyáltalán felhívott, de higgy el, ne is próbálkozzon. Okay, jött egy ügynök. De a lényeg az, hogy jött az ember, és már láttam így, hogy kérdezget embereket sikertelenül, és na, ő tisztára az a szürke, behúzott nyakkal, kicsit már a válla is, ugye a kis válla is már ott úgy gömbölyödött, és amikor odaért hozzám, egyszerűen jött egy ilyen érzés, hogy én nem fogom csak úgy hagyni. És amikor hozzám is eljött, és ugyanezt a mondatot eldarálta, hogy ezt szeretné, akkor azt mondtam, hogy na jó, akkor ülj le ide, kérlek, és kapásból letegeztem, pedig Németországban azért ott a magázódás az azért, és ugye rögtön adtam egy ilyen impulzust, hogy most mi fog történni, nem ő irányítja ezt, és nem az történik, amit ő ott mindig tesz, és mondtam, hogy fogok nagyon szívesen válaszolni, akkor, hogyha ide leülsz mellém, és mesélsz egy kicsit önmagadról. Egy ember, aki azért járkál a vonaton, hogy más embereket kérdezzen egyébként teljesen száraz kérdésekről, és alapvetően engem sem érdekelt a kérdőív, de egyszerűen szerettem volna én is adni egy teljesen ismeretlen embernek egy olyan helyzetben, amit elképzeltem, hogy mennyire monoton és mennyire embertelen, mennyire száraz, és igen, és ugye ott abban a pillanatban neki van egy teljesítménykényszere, ezeket a kérdőíveket ki kell tölteni, és akkor jön egy másik ember, aki meg azt mondja, hogy üljél le és mesélj magadról, és majd utána. Jó, feltételt szabtam, de alapvetően kísérleteztem, kíváncsi voltam. És aztán persze mesélt, megkérdeztem tőle, hogy egyébként, hogyha nem ezt csinálna és megtehetné, akkor mit tenne. Nagyon sokszor szoktam emberektől ilyet kérdezni, és vicces, de a legtöbben szeretnének a természethez közel, saját önfenntartó életet élni. Erről álmodoznak, hogy lenne egy kis házikójuk valahol, és akkor ők maguk ott el lennének a kertben. Nagyon sok ember mondja ezt, és ahelyett pedig egy vonaton zötyög és idegen embereket kérdez meg ilyen statisztikai adatoknak a felhalmozására. Úgyhogy így, ahogy elbeszélgettünk az élet néhány apró dolgáról, utána tényleg kitöltöttem vele csak azért, hogy megtehesse. Milyen rögöt találtál? Ez is rögöt, aranyrögöt? Mit találtál az emberben, ha ezzel kezdtük a beszélgetést? Egy olyan virágot találtam, amelyik próbálna kinyílni, csak nem... merte kinyitni azt a kaput, ahol a fény igazán be tud jönni, és az igazán szép ebben az volt, nem is az, hogy így elbeszélgettünk, hanem fontos ugye az, hogy vonaton történt ez az egész, és
utána neki tovább kellett mennie, de majd aztán visszajött, és megint leült mellém, és elmondta nekem, hogy nagyon köszöni, hogy meg leültettem, és azóta felderengett benne egy nagyon régi film, amit egyébként a magyarok nem is ismernek, de ez Magyarországon zajlott ez a forgatás még a régi rendszerben, a háború környékén. Egy német fiatalember a Balatonon töltött egy nyaralást, és ott szerelmes lett egy vasutasnak a lányába, és ott szerelem szűvődött, aztán a végén mégiscsak elváltak az útjék, és ez a címe, hogy Gyakran gondolok Piroskára, Ich denke oftan Piroska. És ő ezt elmondta nekem, hogy most felderengett benne ez a film, és nagyon köszöni, hogy ezt az élményt együtt átélhettük. Olyan érdekes dolgok ezek, ugye ilyen érzelmi flash-eket, látszólag dögunalmasan beszélgettünk itt, mert bocsánat, hogy ha valakinek nincs erre füle, úgy értem, tehát, és akkor mondd ezt egy ilyen szikrát, és akkor hány embernek az emlékképébe beindul ez? Nem biztos, hogy látták ezt, de a saját életükbe ezek a csillogó fények, amikor ők véletlenül kis aranyröggel találkoztak, amit utána féltve eldugtak, nem merték fölvállalni. Te úgy mersz kommunikálni, nem lehajtott fejjel elhajtod, ahogy az emberek 20-ból 19 ugye elhajtja, legfeljebb a 20-dik ad valamit, hanem megmutatod neki is a saját fényét. Tudod, ez egy óriási kapocska az élet és önmaga között. És ha megnézzük, hogy a keresztútnak ugye ez lenne a lényege, hogy soha senki nem kerül véletlenül az utamba. Mindenkinek valami tanítási dolga van, még annak is, aki elgáncsol, még annak is, aki tök mindegy, mi volt a dolga az életemben. Mi sem véletlenül, ezt azért mondjuk el. Én interneten láttam meg az arcodat. Majdnem találkoztunk valahol, ahol én éppen két nappal később voltam. És ennek az embernek az arca engem érdekelt. És abban a pillanatban, hogy két sort váltottam veled, onnantól tudtam, hogy ezzel az emberrel nekem találkoznom kellett. Így van, és akkor leültünk beszélgetni. Olyan rengeteg azonos gondolkodás, azonos habitus az életlátásunkban, ami azt eredményezte, hogy két nap múlva itt ültünk a stúdióba, és beszélgettünk, és most is nem úgy ültünk le, hogy előre kiszegeltük a falat, hogy milyen mondatokat fogunk beszélgetni, és olyan villanások jöttek föl itt a keresztúttal kapcsolatban, ami szerintem nagyon sok emberben nagyon sok dolgot elindít, mert hogy ez a dolgunk, hogy mi elindítsunk dolgokat, és aki lehajtott fejjel jár, az holnap emelje fel a fejét, és beszéljen azzal a idézőjelben bunkó BKV ellenőrrel, aki most ki van kiáltva annak, hogy a társadalom ellenségének, mert ő is ember. És hogyha ezek a kommunikációk beindulnak az emberek között, akkor teljesen más világba érkezünk, és mindenkibe egy gyönyörű aranyrögöt lehet találni. Igen, mi magunk tudjuk kinyitni ezeket a kis ajtókat, hogyha az az ember önmagában nem meri megtenni, mert nagyon sokan vagyunk, és én is voltam nagyon sokszor olyan helyzetben, amikor rendesen bezártam, és egyáltalán nem akartam, és erre is szükség van. Tehát néha vissza kell tudnunk húzódni, és magunk, ha akkor tudunk dolgozni önmagunkon. De aztán megvan az idő, amikor ebből ki is tudunk tárulni, ki tudunk nyílni, mint egy virág, amikor a napfény éri, és amikor szükséges, akkor vissza tudunk húzódni. A lényeg az, hogy abban visszahúzódásban is milyen minőséget élünk meg, hogyha azt érezzük és tudjuk, hogy mindez szükséges arra, hogy táplálkozzunk, és nem pedig annak érezzük, hogy fú, most akkor nem történik semmi, zéró az energiám, hanem ezt a másik oldalról tudjuk tekinteni, hogy tényleg mire is használhatjuk például az egyedüllétet. Azt, hogy mondjuk nem csak, hogy egyedül vagyunk, hanem konkrétan tényleg senki nincsen körülöttünk, mert nekem voltak ilyen időszakok az életemben hosszan, olyan 4 hónap is volt az életemben, hogy nagyon-nagyon minimális találkozás volt közben konkrétan emberekkel. Az alkotó légkör, ez nincsen csak magányban. Az igazság, hogy ezt az egyedül lét és az alkotás és a beszéljük ki máskor, próbálj meg összefoglalni. Jó. Tehát nekem annyi van csak, hogy a kapcsolatok nem arra valók, hogy boldogá, boldogtalanná, vagy haragosá tegyenek, vagy gyűlölködévé, hanem azért vannak, hogy valamit megtanuljunk az életben, valamit megtapasztaljunk, nem intellektuális úton, hanem érzés úton. Így van, és hogy tudjunk adni másoknak, nem pedig elvegyünk tőlük, mert hogyha mi önmagunkban ezt a teljességet meg tudjuk teremteni önmagunkban, feltétel nélkül, hogy más ebben milyen szerepet játszott, mert ugye játszhat negatív, pozitív szerepet, de ez a mi felelősségünk, hogy bármi, ami történik, azt hogyan fogjuk feldolgozni önmagunkban, és ezt tudjuk-e továbbra is adásra használni. A találkozásokhoz még csak így zárásképpen annyit szeretnék még így hozzátenni, hogy mindezek, mivel az én életemben is ezek a találkozások ennyire
mennyire meghatározóak voltak, és tényleg találkozások az egyszerű hétköznapi értelemben véve, egyszerű hétköznapi emberekkel, akik egyébként fantasztikusan nagyszerűek, mint ahogy rendre kiderül. Ez inspirált engem arra, hogy lefordítsak egy könyvet, aminek az a címe, hogy Találkozás Monroe-val. Ez Kingsley Dennisnek a könyve, akivel én egyébként együtt dolgozom több projekten is, és ez a könyv 9 találkozást ír meg egy olyan romantikus andalúz környezetben, ahol egyébként Kingsley is él. Egyszerűen ott a hegyekben találkozott valakivel, akivel neki is aztán dolga lett, és 9 találkozáson keresztül írja le ennek az útnak, és ennek a folyamatos beszélgetésnek, dialógus sorozatnak a történetét. Mindez nem csak emberi kapcsolatokról, hanem nagyon erősen misztikus is, a világ történetét érintő, nagyon komoly kérdéseket, fordulópontokat hoz, és azt a fajta emberi potenciált, amivel mi mindannyian rendelkezünk egyébként. Nekem van egy vízióm, hogy Találkozás Monroe-val könyvbemutatója itt lesz a VNTV-ben, hogyha találunk hozzá egy kiadót. Egyébként egy fantasztikus stílusban megírt, nagyon laza, nagyon könnyed könyvről van szó, és nagyon jó a fordítás, ezt te fordítottad? Egyébként? Igen, én fordítottam. Na, hát, köszönöm szépen, és örülök, hogy elolvasod, akkor ezek szerint már bele tudtál olvasni. Minden nap kapok egy könyvet, és nagyon köszönöm a kedves nézőket, hogy elhiszik rólam, hogy ennyit bírok olvasni, de tényleg annyira könnyű stílusa volt. Tehát Találkozás Monroe-val, egy újabb kis vírus az a fejekbe, hamarosan itt a VNTV-n. Én nagyon megköszönöm, hogy itt voltál. Ugye a kereszteződés és találkozások, ez pontosan a mi példánkat jelzi, valamiért találkoznunk kellett az életemnek egy olyan pillanatában, amikor nekem úgy is kellett valami új szellemi fény, amikor úgyból tudtam napvilágot látni. Ez a pizzarendelés, tudod, erről már beszéltünk. Aha. Én is megtapasztaltam az életemben, hogy alapvetően mindig megkaptam, amit kértem, mindig. Csak nagyon nem mindegy, hogy az ember konkrétan mit kér, mert nagyon sokszor kér az ember olyat, amit utólag tudja meg, hogy igazán mit kértünk, és hogy, de nem, ugyanakkor pontosan, szükséges. Nagyon pontosan kell. Nagyon szükség. Pontosan. Legjobb, hogyha amikor az ember még nem egészen biztos ebben, akkor inkább gyorsan elharapja a mondatot, legalábbis ezt most magamnak mondom. Én nekem el kell harapnom. Pizzarendelésed, hogy legyen egy spirituális beszélgető társad, akivel tudsz szókat dumálni, és ismerje meg téged a világ? Volt ilyen rendelésed? A világ, azt gondolom, nem, így nem, is nem úgy... téged, hanem gondolataidat, bocsánat. A gondolataimat? Az én gondolataim, ez is egy jó kérdés, erre inkább egy külön adás kéne, jó. Hogy a gondolatok honnan jönnek, hogy én rendelkezem-e alapvetően gondolatokkal, vagy pedig az, ami kijön belőlem, az csak a gondolataimnak a közvetítése, vagy pedig valami sokkal Kapocska, mélyebb. Itt hagyjuk abba, mert elkezdünk beszélgetni, beül az autóba, és mondom, na akkor most ne beszélgessünk, mert akkor az adásban nem lesz miről beszélgetnünk. Tehát akkor a következő adásunk abból fog kezdődni, hogy honnan keletkeznek a gondolatok. Jó? Uh-huh. Nagyon megköszönöm, hogy itt voltál, nagyon megköszönöm ezt a kis időt, amit velünk töltöttek. Én úgy érzem, hogy akinek füle volt hozzá, az ma rengeteg dolgot tanult tőlünk. Én azt is megköszönöm, hogy nagyon sokan nézitek a Kapocskával készült filmjeinket, és valóban olyan embereket hozol ide, akik a fényből a fénybe járkálnak, és ez az utunk, tehát semmilyen más utat nem ismerek az életemben, természetesen azokat is segítjük, akik a sötétségből a fénybe szeretnének menni, akik a sötétségből a sötétségbe, azok köszönjük szépen, maradjanak maguknak, úgyis egyszer indulnak ebbe az irányba, mert nincs más út. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál, köszönöm önöknek is megtisztelő figyelmüket, köszönöm nektek is, hogy VNTV nézők vagytok, korábbi adásainkat a www.vntv.hu vagy a YouTube megosztó portálján láthatjátok. Viszontlátásra! Viszontlátásra!